Több kilométer gyaloglás várt azokra a sportolókra, akik részt vettek a Tamási Íjász Egyesület szervezésében lebonyolított versenyen, melynek helyszínen a parkerdő volt. Hát az immáron már az ötödik alkalom, hogy idehozzuk a versenyeket Tamásiba. Ez a DDR fordulója is egyben, tehát a dél-dunántúli régiónak első fordulója lesz most, amit sikerült megtartani, mert hál' Isten most jött össze annyi ember, hogy meg lehet tartani. Az ország különböző részéről jöttek, 28 célon kell végigmenniük, azokkal kell megküzdeni, és Tamásiak is természetesen részt vesznek rajta. Hát itt konkrétan van egy régiós szabályzat, amit be kell tartani, vannak előírások, hát a természet adja domborzatot, tehát mi abból próbáljuk kihozni a maximumot, és hogy a versenyzők ezt élvezzék. A Tamási Egyesületre komoly munkát ró, hogy olyan pályát alakítsanak ki, hogy az mind a szabályzatnak, mind pedig a versenyzők igényeinek megfeleljen. Ki kell kaszálni, kialakítani a részeket, tehát több napos előkészületek vannak benne. Igazándiból van, most hogyha ez el van írva egy szabályzatban, tehát hosszú lenne most ezt felsorolni, igazándiból itt mindenki olyan versenyző, aki már nem egy versenyt meggyárt, ha meg mégis olyan jön, aki új versenyző, az úgyis olyanokkal megy ki a pályára, akik már rutinosak, és elmondják nekik, hogy mi a szabály. Különböző kategóriákba indulnak, mindenfajta így nembe, mindenféle korosztályba. Érem oklevél a vége, ez egy bajnoksági sorozat, tehát majd a legvégén, amikor lefut ez az éves bajnokság, akkor lesz valami jutalmazása, de az már a szövetség részéről. 120 ember jött az ország különböző részéről, tehát eléggé összetett a csapatok beosztása. A helyi egyesület tagjai is neveztek a versenyre, ami egyben egy jó felkészülés nekik a Szlovéniában megrendezendő világbajnokságra, hiszen a csapatból majd hárman résztvevői lesznek a komoly megmérettetésnek. A parkerdő remek helyszínnek bizonyult, a Budapestről érkezett íjászokat is magával ragadta a környezet és a pálya. Igazság szerint, mert most vagyunk itt másodszor, nehezen tudom megfogalmazni, hogy mi az, ami megfogott minket. Ha körülnéztek, a természet, szeretünk kirándulni, találtunk egyfajta közösséget, azt hiszem, hogy ennyi. Anna a kanapén ülve kapott kedvet a versenyzéshez, de hogy hol találkozott vele? Filmekben, illetve több helyről is hallottam ismerősöktől. A terep ismerete nem feltétlen jelent előnyt egy íjászverseny alkalmával. Én például 3 éve csinálom, de hát ingadozik a teljesítményem, de próbálkozok, gyakorlok, de nem nagyon van időm. Én mikor elkezdtem, én nem is tudtam, hogy létezik a sport, de nagyon megtetszett, elég sok versenyre elmentem. Igazándiból azt látom, hogy a létszám mindenhol növekszik, hogy népszerű tulajdonképpen. Gyerekek nagyon szeretik, szerintem tök jó. Megpróbálok jó lenni, mennyire sikerül, azt nem tudom, mert ez sok mindentől függ. A csapatok összetételét sorsolással döntik el a szervezők, így biztosítva a verseny tisztaságát. A megnyitó alkalmával derült fényre, hogy kik alkotnak egy csapatot. Én tradicionális íjász vagyok, és az fogott meg benne, hogy igazából ez egy 3D-s verseny, itt csak állatokra lövünk, de én, amit igazából szoktam csinálni, az a történelmi versenyek. Ott 3 lövés van, itt 1 lövés van. Az fogott meg benne, hogy egy nagyon-nagyon jó társaság van mindig, nagyon-nagyon jó a csapat, és minden egyes versenyről feltöltődve megyek haza. És ebben a helyzetben most ez mindent megér. Ez az első versenyem, és nagyon-nagyon várom, viszont nagyon sok barátom van itt, Tamásiba, a tamási íjászok között, és nagyon vártam ezt a versenyt, mert mindig sokat hallottam róla, hogy milyen jó pályákat építenek. A versenyzőknek a bozótban elrejtett vadakat kellett eltalálnia, ami csak kívülről látszik egyszerű feladatnak. Az íj kezelésének elsajátítása sok gyakorlást igényel. A pálya kialakítása valóban jól sikerült, a versenyzők elégedetten távoztak a jó hangulatú 3D dél-dunántúli régió első fordulójáról.